Jó estét kívánok! Szeptember 30-a van. Szeptember utolsó napján. Tartsanak velünk ma is! Adásunk elején a megszokottaknak megfelelően tekintsék meg rövid híreinket. A héten bizonyára többször kémlelték az eget Hajdúszoboszló felett, hiszen napközben többször is tűntek fel katonai helikopterek, egészen pontosan szerdán és csütörtökön. A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandár szervezethez tartozó 24. Bornemissza Gergely felderítő zászlóalj felderítő szakaszharcászati gyakorlatot tartott ezen időszakban Hajdúszoboszló és Ondót körzetében. A gyakorlat imitációs eszközök és vaklőszer használatával került levezetésre. Szeptember 23-án délután egy Debrecen felé haladó személyvonat ütközött tehergépkocsival Ebes határában, egy vasúti átjáróban. Hiába a hatalmas figyelmeztető tábla, mégis megtörtént a baj. A teherautó kőzúzalékot szállított az M35-ös építéséhez. A tehergépkocsi viszonylag kis sérülésekkel megúszta a balesetet, míg a mozdonyban jelentős kár keletkezett. Ablakok, visszapillantó kitört, a motortakaró burkolat kiszakadt, deformálódott. A személyvonaton 90 utas tartózkodott, akiknek hajdúszoboszlói tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő vonatra. Személysérülés nem történt. Ismét útépítő tehergépkocsi karambolozott, most egy Suzuki-val. Pénteken reggel Hajdúszobát és Ebes határában egy tehergépkocsi és egy Suzuki személygépkocsi ütközött össze. A személygépkocsiban 4 utaztak, Debrecenbe mentek volna munkába, mindenki könnyű sérülést szenvedett. A műszaki mentésben a szoboszlói tűzoltók segítettek. A helyszínelés és a mentés idejére az utat lezárták. Európa turisztikai fővárosa címet hoznak létre Újhely István javaslatára. Újhely István már szeptember 2-án említette, amikor városunkban járt és interjút adott a városi televíziónak, hogy hatalmas tervei vannak a turizmus jelentős fellendítésére. A politikus kezdeményezésének célja a turisztikai szektorban rejlő lehetőségek kiaknázása és az európai turizmus stratégiai fejlesztése, amelynek érdekében azt javasolják, hogy az uniós intézmények az Európa Kulturális Főváros címhez hasonlóan hozzák létre az Európa Turisztikai Fővárosa címet. A javaslat szerint ezt minden évben legfeljebb 3 tagállami város, illetve régió kaphatná meg, a szakmai szervezetek, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága döntése értelmében. Újhely István a szakbizottsági döntés után úgy nyilatkozott: fontos siker ez a turisztikai szektor és a regionális együttműködésben gondolkodó európai városok, így a programban várhatóan résztvevő magyar települések és turisztikai vállalkozások számára is. Október 1-e az Idősek Világnapja alkalmából újból műsoros vacsorával várták a város időseit a Kösely ZRT éttermében. Az ünnepi alkalomból városunk polgármestere dr. Sóvágó László köszöntötte az egybegyülteket, beszédében kiemelte az időskor szépségeit és értékeit. A 90 éven felülieket külön virágcsokorral köszöntötték a világnap alkalmából, valamint finom vacsorával, színes műsorral és kora estében nyúló zenés mulatozással szórakoztatták a megjelent időseket. Az ünnepségen készült részletes beszámolónkat a jövő heti adásunkban láthatják.